Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. 10. alkalommal osztották ki a Prima díjakat, idén is megyén kiválóságai díjazták. Vendégeim Comba Csaba, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke, és Feketéné Kun Ildikó, a Magyar Köztársaság ezüst érdemkereszttel kitüntetett mestere, valamint nívó és tehetségekért díjas balettmester, és most már titulálhatom úgy is, hogy Prima díjas balettmester. Hát bizony. Szép napot! Köszönöm szépen. Gratulálok tényleg. Köszönöm. A Kölcsei Televízió ugye kint volt ezen a rendezvényen, rögzítettük az egészet, és a nézők hamarosan láthatják is majd műsor keretén belül. A kollégák már gratuláltak, én nekem itt maradt ez. Tényleg szívből gratulálok, Ildikó. Köszönöm szépen. Viszont először Csabától kérdezném azt, amit Ildikó sem nagyon tud. Hogy egyáltalán mi alapján döntenek ilyenkor a zsűritagok? Mi az, amit mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a megyei prímadíjat ki zsebelheti be az adott évben? Hát, amikor eljutunk, azért egy hosszú folyamat előzi meg, hogy kik legyenek a jelöltek. Az is ez nagy már, feladat. Ez már maga egy nehéz feladat, mert most is volt olyan kategóriáról 5 jelöltünk volt, és mindegyik olyan jelölt, aki méltán került a jelöltek közé. Amíg ezt eldöntjük, ez már egy nagy nehézség a bírálóbizottság részére. Késhegyre menő viták vannak nagyon sokszor. Ezt szó szerint ezt kell mondani. És akkor jön a második forduló, amikor ezt eldöntöttük, valamikor 2-3-4 ülés is van ezzel kapcsolatban, ki legyen a 10 jelölt, no akkor ezek közül ki legyen a Prima díjas. Ez megint nehéz. És ez már azért is nehéz, még nehezebb, mint az előző döntés, mert itt ugye a díjat kell odaadni, és azt már nem mindegy, hogy kinek adjuk. A jelölti státusz is önmagában egy szépen nagyon sokan megköszönték, hogy egyáltalán jelöltek lehettek, de aki díjat kap, itt a döntésnek a felelősség is úgy érzem, hogy úgy gondolom, hogy egy kicsit nagyobb. Mielőtt felidéznénk az izgalmas pillanatokat, mindenképpen elmondanám, és akkor hivatalosan a nézőket is tájékoztatnám, hogy az idei évi megyei prímadíjakat a Magyar Oktatás és Köznevelés kategóriában Feketéné Kun Ildikó kapta, Magyar Képzőművészet kategóriában Kerekes Elek Győző nyíregyházi festőművész, és a Magyar Színház és Filmművészet kategóriában pedig Pregicer Fruzsina, a Jászai Mari díjas színművész vehet át a díjat. Most felidézzük, hogy Pregicer Fruzsina hogyan adta elő a neki írt dalt a hétvégi díjátadón. A szerző amúgy Kazár Pál kísérte őt, Álbonni könnyű címmel. És akkor meg is nézzük ezt a felvételt, tényleg csak egy pár másodperc erejéig, a kollégák hamarosan el is tudják indítani. Majd a végén egy boldog mosoly, mit emlékül itt hagysz, ha eltávozol. Ha lesz majd egy másik, mi csak neked szól, rájössz, érdemes volt. Ha lesz majd a végén egy szép pillanat, a sok küszködésből csak emlék marad, bár száz akadályon áthajszolt a sors, tudod, érdemes volt. Álmodni könnyű a szép álmokat, ha nem teszel értük, csak álom marad. Álmodni könnyű a szép álmokat, és nagyon meghatódott és meglepődött a díjátadó gálán, hogy ő vihette haza az egyik Prima díjat. Ildikó néni, te hogyan élted meg ezeket a pillanatokat, hiszen tényleg nem is tudtátok, hogy ti vagytok a nyertesek. Nos, hát ez volt az egészben a nagy-nagy meglepetés és a nagy drukk. Tehát nem egy könnyű dolog ám végigülni és izgulni, hogy most hogy és mint lesz. Őszintén szólva nem voltam benne biztos, hogy díjazott leszek, hiszen a többi, hogy úgy mondjam, versenytárs is nagyszerű emberek és nagyszerű művészek. Tehát nem érezhettem azt, hogy ez most biztos az én díjam lesz.
amikor megkaptam, akkor mondták a nevem, akkor megkérdeztem, hogy én. Mert tényleg annyira hihetetlen volt, és olyan léptekkel mentem ki, én úgy éreztem legalábbis, hogy teljesen instabil vagyok, mert egy fél méterrel a föld fölött járok, úgyhogy nagyon boldog voltam, és én azt hiszem, hogy mire vége ért az egész, addigra a mosolytól és az örömtől szó szerint begörcsöltem az arcom, úgyhogy már nem tudom, mert felemelő érzés volt, és ebben az volt a csodálatos, hiszen vannak kitüntetéseim, országos kitüntetéseim, de nekem, mert nyíregyházi vagyok, mert itt dolgozom, nekem ez mindennél többet ér. Hiszen nyíregyháziaktól kaptam, nyíregyháziaktól, és itt ahol élek és dolgozom. Mire vagy a legbüszkébb, és hogy érzed? Lehet, hogy badarság a kérdés, de azért mégis valahol úgy érdekli az embereket, hogy annyi mindent letett ez a művész, ez az alkotó ember, ez a szakember az asztalra, de vajon mire lehet a legbüszkébb, amire tényleg azt mondja, hogy ezért tényleg érdemes volt élni, talán, hogy elismerték a munkámat, akár egy Prima díjjal, akár egy Névó vagy Tehetségekért díjjal. Vannak ilyen pillanatok, évek, tehetségek így a hátad mögött? Inkább úgy globálisan az egészben az a szép, hogy azok a gyerekek, akik hozzám jártak, van, aki 4 évig, van, aki 14, sőt, van, aki 20 évig is járt hozzám, még a katonaság után még visszajöttek 2 évig balettozni, úgyhogy ez egy csodálatos élmény volt, hogy szinte felnőttel dolgozhattam. A legnagyobb élmény, hogy minden gyerekkel meg tudtam szeretetni a klasszikus balettet, és én úgy érzem, hogy a balettvizsgákkal, a koncertestekkel szépé varázsoltam a gyermekkorukat. Lesz mire visszaemlékezni, amikor felnőttek lesznek. A másik, hogy büszkeségeim, azok a növendékek, akik ma már az operaházba táncolnak, hallatlan jó érzés. Néhány éve ezelőtt voltunk fönt megnézni a Diótörőt, és 4 növendékem táncolt benne, mondanom, hogy furcsa módon pont akkor nem láttam igazán jól, mert könyvbe lábadta a szemem, hogy milyen nagyszerű és milyen csodálatosak a színpadon, és nagyon büszke voltam rájuk, de nagyon. Természetesen van, aki máshol táncol, a Győri Balettnél, az Operett Színháznál, Amerikában is táncol 2 növendékem, nagyon sokan tanítanak, mondhatnám az ország minden szombat helytől kezdve mindenütt, vannak növendékeim, akik klasszikus balettet tanítanak. A lehető legmeghatóbb pillanat, amikor egy ilyen elismert és a szakma kiválóságaként is ismert balettmester könyvbe lábadt szemmel mesél ezekről. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Ildikó néni, viszont egyetlen egy dolgot én még kérdeznék Csabától, hogy nagyon direkt beválasztották a november 13 péntek dátumot? Igen, hát ezt január-február már eldöntjük, hogy melyik megye mikor csinálja, hogy ne legyen ütközés, hogy egy hétvégén esetleg több megyében van a rendezvény, és ha senki nem akarta bevállalni, mondta, akkor Nyíregyházán november 13 péntek, reméljük, hogy szerencsét hoz. Hát Ildikónak, Pregicer Fruzsinának és Kerekes Eleknek mindenképpen sikeres és tényleg szerencsés nap ez a november 13. Én köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Önöknek pedig ajánlunk egy bejátszást, hiszen a Kreatív Műhely című blokkunkat ismét szeretnénk önöket, illetve ezzel önöket arra ösztönözni, hogy alkossanak. Most például, mivel nincs is messze már annyira december 24, 25 és 26, egy karácsonyi asztali dísz elkészítését mutatjuk be. Ez a Kreatív Műhely 3. része. Ebben a műsorban egy nem mindennapi, már-már karácsonyi dísztárgyat fogunk készíteni, szintén Szabó Veronikával. Mi is lesz ez a nem mindennapi dísztárgy? Most olyan dolgot hoztam, ami egyszerű, és tényleg otthon akár már a gyerekekkel is elkészíthető, és nem mindennapi, nem a szokványos adventi koszorús dísz, hanem egy picit különlegesebb, természetesen most is dekupázsolunk, tehát dekupás technikával, csak most üvegre, ezekre a pici mini
mécses tartókra fogunk dekupázsolni, varázsolni karácsonyi mintákat szalvéta technikával. Hogyan fogjuk ezeket díszíteni egyáltalán? Milyen eszközöket, anyagokat fogunk majd használni? Most szalvéta technikát mondtam, hogy azt tanuljuk ismét, csak most nem szalvétával, hanem rizspapírral fogunk dolgozni. Nem tudom, mi az a rizspapír, majd kiderül útközben, igen? Fehér színű rizspapírral, tehát ami nem festett, nem színezettel, illetve mintás rizspapír, ilyen karácsonyi mintás rizspapírt fogunk ezekre a pici mécses tartókra varázsolni. Ez jól hangzik. Dekupázs ragasztóval, illetve utána fogjuk egy picit díszíteni még glitter ragasztóval, ilyen kis piros glitter ragasztóval. Meg rengeteg csillámmal, már a karácsony csillám. És tavaly én nem tudtam elmenni a téli szünetbe a gyerekekkel szánkúzni, de nagyon szeretem a havat. Ha más nem, akkor ide legalább varázsoljunk egy pici havat, egy ilyen hótollal. Bő egy hónap múlva lesz karácsony, de mi már annyira várjuk, hogy már erre készülünk. Hogyan kell elkezdeni, mit kell majd csinálnom ezzel az üvegmécsessel? Szerintem kezdjünk is bele. Jó. Tehát itt most nem alapozunk kivételesen, Vivi, képzeld el. Ez a tiéd lesz, mert most nem alapozunk. Érzem tényleg, hogy ez enyém lesz, igazad lehet. Jó, egészen egyszerűen. De a fehér szín az marad, úgy látom. A fehér szín az marad. Az alap a fehér szín. Ugyanazzal a dekupázs ragasztóval, amivel a múltkor dolgoztunk a fán, ugyanezzel dolgozunk most az üvegen, tehát ez teljesen univerzális, mind a kettőre használható, és száraz ecsettel, tehát szintén, ha netán előtte dolgoztunk vele, akkor szárítsuk meg az ecsetet, hogy a ragasztónk az ne legyen vizes, hiszen az üvegfelületnél még azért nagyon fontos, hogy száraz legyen az ecset, hiszen ez, mint a fa, nem szívja el a nedvességet, tehát még nehezebben száraz, vagy hamarabb megcsúszik rajta a ragasztandó szalvét. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy üvegfelületen száraz ecsettel dolgozunk. Mennyire kell vastagon felkelni? Ez sem kell vastagon, az üvegfelületet szépen egyenletesen bekenjük. Csak így simán. Aha! Jó? Tehát így kell kenni. És itt is alulra és felülre is fogunk kenni. Csináljunk kettőt külön-külön, vagy inkább egyre koncentráljunk? Megmutatom neked esetleg, hogy a egyiken és a másokon, és akkor hamarabb haladunk, hiszen úgyis négyet készítünk el. Lényegében amorf formára szétszaggathatjuk. Ezeket a pici kis, vagy a fehér színű rizspapírt kisebb darabokra szaggatjuk. Ezt üvegfelületen, főleg ennél a kocka alakú mécses tartónál nem annyira lényeges, de ahol homorú felület, vagy pedig domború felület van, ott könnyebben illeszkedik a szalvéta, mint a papírmaséval, amikor dolgozunk. És ilyen kisebb feszültekben. Ha ilyet tépek ki, az jó? Igen. Itt is az a lényeg, hogy ami egyenes felület, az csak egyenes felület, oda felülre rakhatod. Ugyanaz lesz? Tépjem le a szélét? Nem, maradhat nyugodtan, maradhat? Az majd a következőnél illeszed a következőt. Jó, tépd akkor, ha neked úgy jobb. Tehát ezzel a mintás rizspapírral fogunk a továbbiakban dolgozni, Vivin is csak ilyen kis karácsonyi nagyon mintások szép, papírt választottam, ilyen kis egyszerű minta, de azt gondolom, hogy egy ilyen adventi mécsesre szerintem ez pont pászol, szuper, passzol. De ezeket is ilyen nagyon picire ki kell tépni, hogy tehát nem vágjuk, hanem ugyanúgy tépjük. Igen, de most megkímélek, most egy picit előre dolgoztam. Ennek ugye nincs felső meg alsó rétege, csak egy réteg van, amit kell ragasztanunk, és ezeket ilyen pici-pici kis darabokra kitépkedjük, ilyen apró pici darabokra. Azért megmutatom darabokra a kollégáknak, hogy tényleg előre dolgozott Veronika. Ahogy neked tetszik a minta, úgy helyezed el ebbe, az a jó. Ugye ez adott ez a minta, de én azért gondoltam, hogy jobb úgy, hogyha kitépkedjük. Egyrészt sokkal könnyebb felragasztani, nem olyan vastag felületet ad. Másrészt, de hogy már van alatta egy fehér színű rizspapírunk, másrészt a saját ízlésünk szerint tudjuk alakítani a mintát, hogy hova szeretnénk rakni belőle. Abszolút jó. Következő már csak három oldal van, egy mécsesen. Egy mécsesnél és négy, és négy mécses van. Úgyhogy remek éjszakánk lesz most is. Kezdjük a második oldalt. Önök nem láthatták,
de szenvedtem. Vért izzadtam, Veronika megmosolygott. De nem feltétlen csak ennyit kell csinálni ezzel a kis mécsessel, legalábbis nem így tervezted, hanem már nekünk ilyen csillámos pöttyöket is rajzoltál. Mit használunk, és milyen állagú csillámot? Ezek nem ilyen szórós. Ezeket a kis piros bogyókat, mivel hogy karácsonyra készülünk és adventre egy pici fényt is adunk ennek a mécsesnek. Ez egy glitter ragasztó, tehát ilyen, a ragasztóban ilyen glitterek vannak szórva, és ezzel ilyen pici kis pöttyöket raktam a piros bogyókra, ennyi, így, és ezzel dekoráltuk. A következő fázist viszont ráthagyom. Na, mert hogy van még, ezt tovább lehet fokozni, igen, ezt a csodát. Mint ahogy mondtam, hú, tollat fogunk használni. Hútól. Hútól és hópasztát fogunk használni. Ez túl sok? Ez túl sok. Hát a széléből én egy picit szednék le. De ezzel nem tudom már így. Nem? Akkor ezt vagy nedves törlőkendővel, vagy papír törlőkendővel, míg nem szárad meg, ezt ilyen szépen vissza lehet törölni. Jó? És addig, míg nem szárad meg a paszta... Még jobban is néz ki, látod? Uh-huh. Addig, míg nem szárad meg, én egy ilyen fehér árnyalatú csillámpor, de lehet különböző szint, beleszórunk, és akkor ettől egy ilyen kicsi, kis csillivili csillogást kap. Nagyon szuper. Jó? Következő oldalát meg a, nyugodtan ugyanígy akkor díszítsd, meg a levelekre is, lehet az egy magával lévő pici levelekre is lehet egy-egy pici hópasztát rakni. Én csak ajánlani tudom ezt az egészet a nézőknek, hiszen rémesen egyszerű, bár időigényesebb, ugye maga a ragasztó miatt. És akkor ezeket csak így elhelyezgetem szépen, vagy csúnyán. Mécseseket belerakjuk. Még azt azért elmondom neked, hogy ez most, ami nem gyerekeknek való, tehát ezt már nem javaslom gyerekekkel, oldószeres lakkal célszerű lekenni. Ez már nem vízbázisú, tehát olyan ecsettel kenjük, amit utána nem tudunk már használni. Tehát mennyire van durva ez illata? Ez egy kicsit erősebb illatú, ne szagolj nagyon bele. Ilyen durva aceton, vagy igen, nem is tudom, hát, nem biztos, hogy aceton, de ilyen erős illata erős van. Erős illata van. Tehát akkor ezt lekenni, tartósítani és ecsetet eldobni. Igen, gondolom. Tehát ez azért jó, mert mosogathatóvá válik utána. Tehát ezt hosszabb ideig is... Ha így hagyjuk, akkor nem tudom elmosogatni, mert lejön az összes díszítés igen, róla. Igen, és ezzel rögzíteni tudjuk a végén. Remélem, hogy tetszett önöknek a mostani kreatív műhelyes rész is. Tartsanak velünk legközelebb, körülbelül 2 hét múlva jelentkezünk, és már jó szokásunká vált az, hogy az itt elkészített tárgyakat, eszközöket kisorsoljuk önöknek, úgyhogy érdemes nézni a Weekendet. Patchwork kiállítás tekinthető meg Nyíregyházán Mesélő foltok címmel. Erről is beszélgetek vendégeimmel, Vinnai Ilonával és Bartánné Vörös Klárával. Szép estét kívánok önöknek, hölgyeim! Szép estét! Hát már a szívem dobog. Egyszerűen hihetetlen ez az alkotási kedv, illetve hát mi minden szépet lehet alkotni, de mikből? Mi is ez a patchwork, amit ugye említettem, nem is tudom, kire nézek először, Ilona? Hát szó szerinti fordítása folt munka. Aha. Folt, apró foltokból készül, van, aki azt mondja, hogy nem normális, megveszi az anyagot, szétvágja, aztán megint összevarja, de hát így tudjuk a különböző anyagdarabkákat úgy egymás mellé helyezni, hogy aztán ilyesmi készüljön, legyen a vége a munkánknak. No, de nem muszáj mondjuk több száz vagy akár 1000 forintokat költeni ilyen jellegű munkákra, hiszen ennek talán pont ez a sajátossága, hogy ha megmarad otthon ez meg az, ilyen anyagmaradvány, akkor azokat is fel lehet használni, gondolom én, jól gondolom? Hát ez eredetileg így indult a patchwork, hogy régen nem volt ennyi anyag, és szükségből az elhasznált ruhákból, amit még darabokat ki tudtak vágni, kis apró foltokat, azokat varták össze, és különböző mintákat hoztak ki, és még használati tárgyak lettek belőle, takarók, dísztárgyak,
Tehát eredetileg a patchwork az ezt jelenti. Ez már manapság tértünk át, ez egy kényelem, hogy nem minden esetben, bár elég gyakran használunk használt anyagot is. Meg hát ez olyan dolog, ugye, hogy a különböző színeket, formákat így saját magunk alakíthatjuk. Például a kolléga az előbb mutatott egy közeli képet erről, ezt hogyha szétbontjuk, ez tényleg látszódik ezen, hogy ez valószínű használt anyagokból készült. Hát, mi lesz majd benne, ebből? Ebből egy párna lesz, de van neki takarója is, csak az akkora nagy, hogy nem tudom, hogy meg tudjuk. Még ilyen félkész állapotban van, de legalább lehet látni, hogy mennyi munka van ezzel, igen, mire közepéről elindul az ember, építkezik körbe-körbe, és aztán lesznek a blokkokból a sorokba varjuk, a sorokat oszlopokba, és aztán lesz belőle különböző méretű párnatakaró, vagy falikép, vagy falvédő, vagy amit akarunk. Pelenkaöltés vagy varrógép? Őszintén. Is. Én inkább a varrógép híve vagyok, de természetesen itt nagyon sok a kézi munka. Ez a társaimmal mindig szokott vita lenni, mert mi szeretünk ketten géppel tűzni, de a többiek gyönyörűen kézzel tűznek. Hát az egész patchwork munka egy ilyen sziszifuszi, aprólékos munka, és kézi munka, ennek ez az értéke. Hihetetlen az, hogy amúgy mennyi mindent lehet ilyen patchwork technikával készíteni. Tehát az ember, amikor így először így meghallja, hogy hát ilyen maradvány anyagokból rakjunk össze valamit, először én is mondjuk egy ilyesmi húzatra gondoltam, vagy egy terítőre, amit mondjuk most mutatnak a kamerával a kollégák, de azt nézem, hogy például a kezemben van egy hátizsák, aminek az alapanyaga, a hátlapja például farmerből lehet, és akkor tényleg a régi farmereket, meg a régi, nem tudom, abroszokat, ingek, abroszok, igen, blúzok, minden, amit szinte össze lehet darabolni hozzá, tehát ez teljesen egy újrahasznosítás. És a kiállításon, ugye, amit említettünk, ez a Mesélő Foltok című, milyen munkák láthatóak? Ilonának mondjuk milyen alkotásai vannak? Hát a legnagyobb ott egy ágytakaró, ami jó nagy méretesre sikerült, nem most készült, most csak befejeztem a tűzéssel, mivel nem volt rá idő, hogy kézzel tűzzem, ezért géppel tűztem meg, de kisebb munkáim is vannak, kis faliképek, falvédők, ilyenek. Klára esetleg ott is a hátizsákokkal. Igen, egy ugyanilyen hátizsák, engem elsősorban a táskák varázsoltak el, tehát azokat szeretem csinálni, és azt hiszem, hogy 5 táska van nekem kiállítva. Az egy hátizsák, ez egy másik fajta táska, és... Ebbe beleférne a kis kutyám. Igen, biztos. És én erre a kiállításra csináltam az első takarót, ami patchwork munkával készült. Úgyhogy ennyi a kiállítás. Meddig látogatható ez a kiállítás? És akkor nevezzük a gyermeket a nevén, hogy hol is látható, mert azt talán nem mondtam. Igen. A Váci Mihály Művelődési Házban van, és 29-éig látogatható. Kiknek ajánlják amúgy ezt az elfoglaltságot, ezt a hobbit? Akinek sok ideje van. Én meg erre azt mondom, hogy mindenkinek arra van ideje, amire szeretné, hogy legyen, mert én nekem például borzasztó fontos, hogy varhassak szinte minden nap, én képes vagyok a főzés félbehagyni, és vagy ha van idő, hogy na ezt 10 perc múlva kell megnézni, akkor ránézek az órába, megyek, arrébb teszek valamit, és megyek vissza megkavarni, amit meg kell. De hát, ha valaki annyira szereti ezt csinálni, és érzi, hogy ez mennyire jó hobbi, akkor szakít rá időt. Tehát én úgy mondom, hogy kell hozzá idő. Persze, hogy kell, de úgy kell gazdálkodni vele, hogy jusson, ha szereti ezt csinálni. Mert... Igen, amúgy ez érdekes dolog, hogy akinek van ideje, de akinek van kreativitása, az is simán kipróbálhatja. Nekünk például ebben a műsorban van egy ilyen mini blokkunk, 2 hetente jelentkezik, az a neve, hogy Kreatív Műhely. Pár perccel ezelőtt a nézők láthatták a legfrissebb részt, és ott is azt mondja amúgy a segítőtársunk, Veronika, hogy azért kell amúgy a 21. században mondjuk ilyen dolgokkal foglalkozni, mert hogy annyira leülünk a tévé elé,
hanem ez legalább kikapcsol, és úgy alkotunk is valamit, és hát ugye érdekesség gyanánt, hogy akár asztali díszek mellett például ajtódíszeket is lehet ám készíteni patchwork technikával. Hány alkotó kiállítása van ott kint, hiszen ez egy egyesületi formációként jött létre ott a VMKK-ban. 17-en vagyunk most ebben a csoportban, igen, és mindenkinek van kiállítás, valamilyen kis tárgya, amit készített a kiállításra. Első emeleti részen galériában. Ott a galériában. Igen. Akkor én meg is lesen, mert én sem néztem. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és kívánom azt, hogy karácsonyra minimum mindenkinek egy-egy patchwork ajándékot készülnek, mert készülnek. Jó, rendben. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Egy hét múlva találkozunk. Addig is szép hétvégét, és jövő hétre kitartást. A viszontlátásra!